A nyíregyházi sóstó frekventált részén elhelyezkedő hotel téliesítve, de üres szobákkal fogadja a látogatót. Ugyanarról nincs még döntés, hogy mikor fogadhatnak újra turistákat, egyre erősebb az érdeklődés a szolgáltatásaik iránt. A hotelben is tapasztalták a foglalások számának növekedését a húsvéti időszakra és májusra. A szálloda dolgozói már rögzítik a beérkező foglalásokat. Ha esetleg áprilisban mégsem nyithatnak a szállodák, akkor sem kell aggódniuk a vendégeknek. Természetesen, hogyha a járványügyi intézkedések nem tették lehetővé az áprilisi nyitás számunkra, akkor minden vendégnek felajánljuk a átfoglalási lehetőséget, tehát egy későbbi időpontra átfoglaljuk őket, amennyiben ennek ezzel a lehetőséggel, akiktől kértünk előleget a ünnepi időszakokra, a kiemelt időszakokra, neki természetesen velük is felveszik a kapcsolatot, megpróbáljuk őket átfoglalni, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor visszatérítjük a beérkezett előleget. Tehát pénzügyileg senkit nem fog veszteség károsodás érni egyik vendéget se. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is igyekszik segíteni a hoteleknek, akár az újonnan kijövő rendeletekről legyen szó, akár a szállodák COVID kézikönyvéről. A szövetség elnöke úgy véli, az idei év még a belföldi utazásoké lesz, ami sokat lendít a hazai turizmuson. Természetesen a COVID kézikönyv, amit az MTÜ készített el a mi segítségünkkel, az egy nagyon fontos anyag volt az elején, és utána rengeteg olyan jogi anyaggal a különböző közlönyök, amik rendszeresen megjelentek egy-egy kormányintézkedésről, annak a jogi értelmezése, mert sokszor az ugye azért egy kisebb szálloda nehezebben tudta értelmezni, úgyhogy ezeket az anyagokat nagyon gyorsan elkészítettük mindig, és ez valószínűleg nagy segítség volt mindenkinek. A húsvéti időszak mindig kiemelt a turizmus tekintetében, de az idei évben a tavalyihoz képest 11%-os növekedés mutat a foglalt vendégészakák száma. A belföldi utazási kedv élénkítéséhez valószínűleg nagyban hozzájárul az is, hogy tavaly közel 20%-kal többet utaltak béren kívüli juttatásként a szép kártyára a munkáltatók. Az összértéke megközelítette a 300 milliárd forintot, amelynek nagy részét a belföldi turizmusban költik majd el a munkavállalók.